az volt a terv, először is azt szeretném mondani, hogy ez egy Kia Sorento, egy egyes Sorento, ami szerintem egy rendkívül jó autó, legalábbis amióta a mi családunkban van, nagyon-nagyon sok jó tapasztalat van vele. Kevesen tudják, hogy ez egy kiváló terepjáró képességekkel bíró autó, szerintem lehet, hogy ezt lehet vitatni, de alapvetően ez egy 170 lóerős automata, amivel az én feleségem, meg korábban én használtam, most a nejem használja. Ugye nagyjából mindent lehet csinálni vele. Vontatni, megállni emelkedőn, egy jó AT gumival, hóba, sárba, mindenhol működik. Én vittem már ezzel akkora fa halmazt, hogy nem tudom én, másfél köbméter fát húztam bele. A Móni húzott már ki vele nagy autót a bükszentkereszti havazásból. És hogy igazából egy csodálatos autó, rengeteg előnye van, valódi képességekkel rendelkező autó. Én szerettem volna, hogy ez az autó megmaradjon nekünk, nem eladni, hogy ez a 2009 évvégi autó, majdnem 2010-es. Szerintem az én szempontomban ez egy viszonylag nem öreg autó. És azt gondoltam, hogy mivel ilyen jók a képességei, ugye ennek ez egy ex-premium felszereltségű autó, tényleg sok minden van benne, ami az én családomnak és a kedves feleségemnek megfelel, hogy csinálunk belőle ilyen szép túra hangulatú autót. Azért vettem a bátorságot, mert az én autóm, a Nissanom ugye Raptor festést kapott, és az viszonylag jól eltaláltam. Én horgász ember vagyok, és ehhez képest próbáltam választani. Ugye én egy nádzöldet választottam, ugye nem azt nem a vadászöldet, nem a militarit, és nem az egyéb földszíneket, amik a katonai felhasználásban ugye színekként jelennek meg, hanem egy nádzöldet, és baromi szerencsés voltam, mert az autó egyébként nagy, de tényleg a horgászállásomba el lehet menni mellette, mert annyira beleillik a környezetébe. És alapvetően ez a vadász és horgász kultúrában nagyon fontos, hogy a természetnek megfelelően, a vad és a halálomának megfelelően öltözzünk föl, és olyan legyen az autónk is. Van ennek egy ilyen fajta iratlan szabály, egy ilyen úzus, egy ilyen szokásjog ebben a kérdésben. És azt akartam, hogy a Moncsinak ebből az egyébként nagyon jó autóból legyen egy ilyen túra hangulatú, legyen egy ilyen, ami mutatja a terepképességeit, amivel ugye egy kicsit látszik az, hogy ez egy tényleg jó autó, és ugye akkor volt a Raptor festés, hogy kapjon egy szép Raptort, ami ugye 9-szer erősebb, mint a sima autófesték, karcolás, csipkebogyó és minden egyéb kizárva, és ugye hogyan nézzen ki. Kellene két szót mondani a színekről, itt ugye a magyar autós kultúrában a színek 80%-a fekete, fehér és szürke. Én legalábbis így tudom, hozzávetőlegesen. Nem tudom, hogy ez pontosan így van-e. És hát én szerettem volna egy világos szín, de valami szép szint, ami egy kicsit mutatja ezt a kalandra termett autót, és egy kicsit megkülönbözteti a többit, vagy egyedi szint. Az az igazság, hogy ez egy türkiz zöld szín lett, ami egy túl bátor választás volt a részemről. Én inkább kékesebbet akartam, és a ralszínek azért nagyon becsapósak, egyáltalán nem mindegy, hogy egy ilyen amatőr, mint én, milyen monitoron, milyen felbontásban, milyen festékból, milyen kártyáról, milyen mobiltelefonon látja ezt a színt. Mindenkit óvaintek a ralszínek választás esetében, nézze meg, ha lehet, nagy motorról, nézze meg autón, nézze meg mindenhol. Mert ugyebár ez most nagyon jól néz ki, de mégsem igazán a felel meg a feleségem ízlésének, ugyanis egy picit túl élénk lett ez a türkis szín. Én egy kékesebbet akartam, úgy gondolom, és persze az volt az alapkoncepció, hogy a fekete kiegészítők és a szín azért nagyon szépen kiemeli az autót. Tehát azért, ha megnézzük, hogy ez át van kenve, ez a kis rács, akkor oldalt a felni, a fekete, a tükrök feketék lettek, a kilincsek feketék lettek, ez pontosan gyönyörű szépen kiemeli ezt a szituációt, és még itt a küszöbb részt is feketére festettük, valamennyire a mai divatnak megfelelően. Azt egyet nem vettük figyelembe, hogy ez egy kicsit túl feltűnő lett, és pont a nejem nem annyira szereti ezt a feltűnőséget. Tehát nehéz jó szint választani, bár én végignéztem az új bronkók, ilyen nagyon menő az új bronkók színeit, az új Land Roverek színeit, azért vannak ilyen ehhez fogható bátor választások, ez egy kicsikét, úgy vélem, hogy egy kicsikét mégiscsak erős lett, legalábbis nem nekem, hanem neki. Na oké, erős lett, megszületett a döntés, most jött a következő, a keresztút következő állomása, hogy Raptorra
festeni. Hát erre ahány festő, ahány szakember, annyi válasz volt. Két iskola van alapvető, tehát senki nem szokta így elrontani, mint én, úgyhogy büszkén vállalom is azt, hogy szerintem kevesen festenek raptoron raptort. Mindegy, itt egy kedves kutya is jött a képbe, és teszi a dolgát, ahogy kell. Tehát, hogy felhívtam offroaddal foglalkozó embereket, felhívtam olyanokat, akik ilyesmit festettek már, kevés a gyakorlat és a tapasztalat. Van, két iskola van, az egyik a csiszoljunk iskola, a másik a ne csiszoljunk iskola. Attól függ ki, mit mond. Valaki azt mondja, hogy elég egy tapadásgátlót hozzávenni, megvan az ehhez való, ugye a raptor festékező tapadásgátló, le kell zsírtani, hogy az autó tiszta legyen, tapadásgátló, hadd szóljon. Csak senki sem látta, hogy mi fog történni. Ez egy elmélet. A másik elmélet az a konzervatívabbnak mondott, szerintem legalábbis, ami szerint az én kedves festőm is így gondolja, hogyha már ez így van, ugye is Rücsi is, és persze nem lehet elrontani, de azért mindent el lehet rontani, hogy akkor legalább mattítsuk vissza, hogy az a tapadási felület azért az megjelenjen újra az autón. Nem is fémig, nem is fém tisztára, de hogy csiszoljuk vissza az autót valamelyest, ahol sokkal jobban fog kapaszkodni az új festékréteg. Na most ezzel az autóval az fog történni, hogy mi ezt most így hárman barátok neki indulunk csiszolni, aztán majd a festő fejezi be, tehát előkészítjük egy picit az autó festésre. Egy kékes szürke, szinte sötét kéket fog kapni. Egyébként ez se földszín, tehát nem olyan, mint a terepjáró színek, mint a barna, sivatag, zöld, militári, keki, oliva sorozat, amit ugye látni terepjárókon, hanem egy kékes szint. A kék nagyon divatos, a versenyautóktól a kupékig, rengetegféle kék van, és nagyon-nagyon menő most a kék. Ez egy sötétebb szürke és kék, egy visszafogottabb verzió lesz. Reméljük ugyanolyan szép lesz. És fekete tetővel, ami szintén jellemzően nagyon divatos manapság, úgyhogy egy fekete tető lesz, egy fekete raptor tető, és egy sötét kék, kékes festéket, raptor festéket fog maga a raptor kapni. Mi előcsiszolunk. Még egy dolgot szeretnék megenni, ezekből az egyes Sorrentókból bicolor verziók születtek meg, nagyon sokféle. Ugye kétszínű volt, ez a terület a sárvédő ív felett, és ez ugye ez a kis oldal rész, ez más színű volt, mint az autó. Ennek különböző kombinációk voltak, ezek nagyon szerethető, de azt a hangulatot, amit mi szerettünk volna elérni, mégsem úgy hozzák. Amit még fogunk csinálni ezen az autón, ami még fekete lesz a tetőn kívül, hogy van itt egy kis ív, amit szeretnénk feketére, illetve hátul a fellépője az ilyen türkiz színű maradt, és az feketére fogjuk festeni. Ma ez nagyon divatos, hogy csak ennek az ívnek a legszélét festik feketére, egy picit emeljék az autó arányait, és hogy fekete tetőt kapjanak az autók. Francia autóknál is látszik ez, egy csomó helyen lehet látni, azt gondolom egy kicsit a SUV-knél is megjelenik ez. De azért azt remélem, hogy ettől ez a túraautó hangulat, ez a valódi terepjáros hangulat, amivel majd egy-két kiegészítővel igazán megjelenik, ez fogja ezt az autót jellemezni. Csináljunk egy próbát. Sose csináltuk még, ugye? Igen. Próbáljuk ki. 180-as papír. Na? Hát a közepén, nem? Hát nyilván. Ja, nyilván. Hagyjad. Na. És akkor addig kéne mennünk, hogy ne legyenek benne a lyukok. Vagy legalábbis megközelíteni azt. Vajon ezt teljesen ki kell szedni belőle, vagy nem? Halvány gőzőt. Nekem sincs.